Harmadik Béláról szóló monooperát mutatott be Nagybányán a Magyar Állami Operaház magánénekese. Az előadott művet Pajor András, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke írta, akinek célja minél több külhoni magyarhoz eljuttatni az egykori király példáját. A Nagybányai Szentháromság plébánia szervezésében a Budapestről érkező Pajor András Bizáncból küldetett című történelmi regénye alapján klasszikus zenei játékot adott elő Harmadik Béláról Kristofori Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese. A műszerzője történeti és művészeti bevezetőt tartotta a közönségnek, az előadást követően pedig könyveket dedikált a vásárlóknak. Valóban az itt élő, érdeklődő kultúra iránt, fogékony magyarságot is a nemzetünk részének tekintjük egy teljes egészként. Minden esetre azért tisztában vagyunk azzal a helyzettel, hogy az itteni magyarságnak meglehetősen nehéz a helytállás, hogy kitartsanak az egyes családok, különösen fiataloknak átörökítve a magyarság eszményét magában a nemzettudatban és a magyar nemzettudatban és magában a kereszténységben is. Főképpen ez az oka annak, hogy éppen Harmadik Béláról szóló operát hoztak el, tette hozzá, hiszen ő volt az a király, aki egészen fiatalon kényszerűségből került Bizáncba, és a 11 ott töltött év alatt mindvégig visszavágyódott Magyarországra. Amikor hazakerült és királlyá választották, mindazzal a tudással, amit megszerzett a birodalomban, a magyarságból addig és azóta sem látott nagyhatalmat faragott, ismertette Pajor András. A darabot harmadik alkalommal adták elő határon túli magyar közönség előtt, hiszen fontos számukra, hogy az itteni emberekhez is eljusson üzenetük, nyilatkozta Kristofori Ferenc. Fontosnak érzem azt, hogy a külhoni magyaroknak a magyarság tudatát és az összetartozását erősítsük. Ezért hoztuk előre is az előadást. A közeljövőben további közreműködés van kilátásban a magyarországi vendégek, illetve a nagybányai magyar kultúra ápolásával foglalkozó intézmények között.